Nőtt a foglalkoztatás. 9000-rel többen dolgoztak a második negyedévben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint tavaly ugyanebben az időszakban, hangzott el a megyei közgyűlésen. Fejlesztett a MOL, kőolaj mérőállomást és elemző labort adtak át ma Fényes Litkén. A helyi állomáson fogadják az Oroszországból, Belorusszián és Ukrajnán keresztül érkező kőolajat. Lezárult a mikrocenzus. A kis népszámlálás során összesen 1,5 millió kitöltött kérdőív érkezett be a Központi Statisztikai Hivatalhoz. Kilencezerrel többen dolgoztak a második negyedévben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! 227 ezer dolgozóból mintegy 42 ezeren közfoglalkoztatottak. A munkaerőpiaci helyzetről a mai megyei közgyűlésen volt szó. Az ülésen döntés született arról, hogy a közgyűlés felterjesztéssel él majd a közfoglalkoztatással kapcsolatosan. Olyan tapasztalatokat, javaslatokat fogalmaznak majd meg, amelyek többek között a térségbeli programokat is javíthatja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év első 9 hónapjában átlagosan 34.200 álláskeresőt tartottak nyilván, 16,2%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban, hangzott el a megyei közgyűlésen. Az ülésen kiemelték, körülbelül 42 ezer közfoglalkoztatott dolgozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat hamarosan összegzi és felterjeszti a közgyűlés. Néhány olyan döntési helyzete fel tudnánk hívni a jövőbeli tervezők figyelmét, ami a megyében gondot okoz. Annál is inkább, mert a közfoglalkoztatásra jutó állami programok 40%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod megyében költik el. Ezek nagyon komoly adófizetői forintok, ezért hálásak is lehetünk a magyar költségvetésnek, hogy ilyen gondokat igyekszik megoldani, viszont vannak a rendszerben anomáliák. Például, csak egy kérdést kiemeljek, fiatalok közfoglalkoztatása, 25 év alattiak közfoglalkoztatása. Itt az lenne a helyes elvi álláspont, és ez volt döntő vélemény a közgyűlésben is, hogy 25 év alattiak lehetőségek ne vegyenek részt a közfoglalkoztatásban, hanem átképzésben, képzési programokban, továbbképzéseken vegyenek részt ezek a fiatalok, ne szocializálódjanak be a közfoglalkoztatásba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 42 ezer közfoglalkoztatott közül 7 ezeren 25 év alattiak, tájékoztatott a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője a megyei közgyűlésen. Valamennyi képviselő, közülük sok polgármester úgy vélekedett, felül kell vizsgálni a közfoglalkoztatási rendszert. Azt látjuk, hogy bizonyos emberek, akik ebben a rendszerbe bekerültek, elkényelmesedtek, és nem nagyon szeretnének más munkahelyre menni, még úgyse, hogy itt jóval kevesebb a jövedelem. Látjuk azokat az ellentéteket, amelyek kialakulnak a foglalkoztatáson belül, és közben meg már a megyébe is, ahol a legmagasabb a munkanélküliség, vannak olyan helyek, ahol munkaerőhiány van. Nem látjuk kidolgozottaknak a napi napszámmunka és a közmunka összegerebjélését, tehát nagyon sok olyan feladat van, amiben egységre jutottunk. A közgyűlésen a minimálbér tárgyalásokról is szó esett. Nagyon pozitívan értékelhető innen Nyíregyházáról, hogy most már a kormányzat is elkezd azon gondolkodni, hogy minimálbér emelésre van szükség, de ez egy nagyon veszélyes út, mint ahogy a napirend vitájában is elhangzott. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a versenyszférában jól teljesítő, vagy akármilyen módon teljesítő foglalkoztató helyek járulékai csökkenjenek, nem fog menni másképp. A megyei képviselők abban is egyetértettek, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei útfejlesztéseket sürgetni kell. A bizottsági ülésen frakciókkal történő egyeztetés alapján ezeket azért betettük és fölterjesztési jogokkal értünk, hogy a 471-es útnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei folytatása kezdődjön el minél hamarabb, a 49-es vagy az M49-es, de ha lehet, akkor 49-esként kezdődve a Mátészalkától az ország határirányába a településeket elkerülő útszakasznak a megvalósítása kezdődjön el, illetve hát a Vásárosnaménytól a Beregszászig az ország
határig szintén a Tiszán való átkelés az történjen meg, tehát ezek az útfelújítások kezdődjenek el. Konkrétan ez a három javaslat volt, amit mi szeretnénk, hogy idejében és sürgettünk, hogy minél hamarabb ezek kezdődjenek el. A megkeresést a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez juttatják, majd elhangzott el a közgyűlésen. Kőolaj mérőállomást és elemző labort adtak át ma Fényeslitkén. A MOL helyi állomásán fogadják az Oroszországból, Belorusszián és Ukrajnán keresztül érkező kőolajat. Az új több mint 2 milliárd forintos fejlesztéssel a legmodernebb körülmények között mérik majd a kőolaj mennyiségét és minőségét. Itt a Fényeslitkei szivattyú állomáson fogadja a kőolaj import 80%-át a MOL. Ez évente mintegy 5,5 millió tonnát jelent, amely fehér Oroszországon és Ukrajnán keresztül érkezik Oroszországból. Az új labor és mérőállomás kialakításáról még 2012-ben döntöttek. Egy olyan létesítményt alakítottak ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Barátság 2 kőolajvezeték magyarországi átvételi pontján, amely egyszerre felel meg mind a magyar, az orosz és az Európai Unió szabványoknak. Amit nyújtani tud ez a rendszer, az az, hogy talán az információk, az információ biztonsága, amit ettől a rendszertől kapunk, az sokkal jobb, mint a korábbi rendszerben volt. Ugye minden digitalizálva van, azon eljutnak az információk a megfelelő helyre. És ugyanígy a másik oldalt a laboreszközök fejlesztésével egy sokkal magasabb minőségi követelményeknek megfelelő labort hoztunk létre. A korábbi 4 helyett most már 15 paraméter tudunk mérni, ezáltal egy sokkal jobb minőségi ellenőrzési rendszert tudtunk bevezetni. A mérőállomás összesen 2,1 milliárd forintból épült, a labor kialakításának összköltsége pedig 180 millió forint volt. Ez teljes mértékben a MOL finanszírozta. A beruházás orosz állami kőolaj üzemeltető cégének alelnöke az átadáson kiemelte, az olajipari technológiák folyamatosan fejlődnek, ezzel pedig lépést kell tartani a minden országnak. Az elmúlt időszakban a két ország szakembereinek közös munkája pozitív légkörben zajlott. Ennek is köszönhető, hogy a közös célt sikeresen elértük. Az eddig itt használt mérőrendszert 23 évvel ezelőtt helyezték üzembe, a minőségi és mennyiségi kőolajszállítás fejlesztése érdekében szükség volt a technika megújítására. Fényeslitke meghatározó szerepet tölt be a hazánkba irányuló energiafolyosók szempontjából, így a település Magyarország keleti kapujaként említhető. A helyi állomáson az elmúlt 4 évtizedben nem történt semmilyen fejlesztés. A mostani beruházás az Európában már több helyen végrehajtott méréskorszerűsítés része. A Nyíregyházi Egyetem szenátusa a keddi ülésén kezdeményezte az intézmény rektora dr. Onder Csaba visszahívását, adta hírül a szon.hu. A hírportálnak a rektor megerősítette az információt, és elmondta, ő maga is kérte a felmentését a szaktárca államtitkárától. Döntését a közte és a szenátus között fennálló feloldhatatlan szakmai ellentétekkel indokolta. Lezárult a mikrocenzus, azaz a kis népszámlálás. Összesen 1,5 millió kitöltött kérdőív érkezett be a Központi Statisztikai Hivatalhoz november 8-áig. Idén már elektronikusan is válaszolhattak a kijelölt háztartásban élők, és a számláló biztosok is elektronikai eszközökre rögzítették az adatokat. Az eredményekre jövő év tavaszáig kell várni. A magyar lakosság 10%-át érintette az elmúlt hetekben lezajlott mikrocenzus. A Központi Statisztikai Hivatal ennek köszönhetően tud adatokat nyerni többek között a népesség nagyságáról, iskolai végzettségéről és társadalmi helyzetéről. A lakás és személyi kérdőívek kitöltése kötelező, a kiegészítő nyomtatványok megválaszolása azonban önkéntes volt. Végül a kijelölt címek 92%-áról érkeztek be a kitöltött adatlapok november 8-áig. A 440 ezer lakás kérdőív, amivel terveztünk, amennyit kijelöltünk, abból 400 ezer kitöltött lakás kérdőívünk van, és 840 ezer személyi kérdőív adattartalma áll rendelkezésünkre. Sikeres volt végül is az internetes adattárvétel, hiszen országosan a mintába kerültek 18%-a, közel 2/3 döntött úgy, hogy ilyen formán szolgáltat adatot. Az adatok feldolgozása folyamatban van, körülbelül 6-7 hónap múlva érkeznek majd az eredmények. Idén már a számláló biztosok is elektronikai eszközökre gyűjtötték az adatokat. Nagyban gyorsítja, körülbelül egy ilyen 2-3 hónapos előny, tehát egy negyedévnyi előny az, ami ebből adódik a tapasztalataink alapján.
Részben abból adódóan sokkal kevesebb a hiba, hiszen már a kitöltés szakaszában nagyon sok hiba figyelést be lehet iktatni, kimarad a rögzítési munka. Szokni kell ezt a fajta új rendszer, de élvezzük az előnyét. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében összesen 24 ezer cím volt kijelölve a mikrocenzus felmérésére. Ebből mintegy 2800-an az online kérdőíven keresztül válaszoltak. A számlálóbiztosok 22 ezer címre mentek személyesen. Baleset történt tegnap este a 38-as számú főúton Nyírtelek közelében. Egy személyautó úgy kanyarodott a főútra, hogy nem adott elsőbséget egy arra közlekedő járműnek. Az ütközés során a vétlen autó oszlopnak csapódott, majd árokba hajtott. A jármű vezetőjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A helyszínen és ideje alatt a rendőrök lezárták az egyik forgalmi sávot. Holnap Black Friday, az akciós vásárlás veszélyeiről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Aranykorát éri a sportfogadás. Idén ehhez nagyban hozzájárult a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia is. A szerencsejáték ZRT volt, hogy egy meccs kapcsán 500 000 forintot fizetett ki. Az Illovas Balkán győzelmével zárult a labdarúgó megyei első osztály 14. fordulójának rangadója. Mirgai László együttese 5-2-re győzött a második helyezett Nagyecsed otthonában. Holnap Black Friday. Az akciós vásárlási lehetőségre már várnak, akik kedvezményekkel szeretnek vásárolni. Viszont nem árt, ha tudják, hogy a kiberbűnözés is megnő ezen a napon. Bankkártya adatokat nem szabad megadni webes vásárlásnál, hiszen a netes felületen bárki kezébe kerülhetnek adataink, és mindig ellenőrizni kell annak a weboldalnak a valódiságát is, ahonnan vásároljuk a terméket. Sokunknak ismerősek lehetnek ezek a képek. Ez a Black Friday, az amerikai hagyomány szerint ez a vásárlás ünnepe, amit az áruházak a hálaadás utáni első péntekre időzítenek. Itthon két online áruház honosította meg a szokást. Még a karácsonyt megelőző vásárlási láz előtt óriási kedvezményekkel lehet vásárolni boltokban és a webáruházakban. A műszaki cikkek, okostelefonok, háztartási gépek a legnépszerűbbek. Ezek eredeti árából akár 50-80%-kal is engednek a kereskedők. A webes vásárlások miatt erre a napra készülnek a kiberbűnözők is, hívják fel a figyelmet a fogyasztóvédők. Ezért a vásárlókat arra kérik, legyenek körültekintőek a netes regisztrációnál és a bankkártyás fizetésnél, mondta el tegnap 35 perc című műsorunkban az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület alelnöke. Nagyon fontos, hogy milyen felhasználói nevet választunk, illetve a jelszó mennyire biztonságos. Mindenképpen célszerű az e-mail címünk felhasználói nevétől eltérő felhasználói jelszót vagy nevet megadni, így el tudjuk kerülni az esetleges adathalászatot, valamint, hogy kellően biztonságos legyen a jelszó, ne az legyen, hogy 1-2-3-4, mert szóval ezzel nem tudjuk magunkat kellően megvédeni. A másik lehetőség, vagy másik biztonság, hogy próbáljunk meg olyan webáruházba vásárolni, ahol utánvéttel tudunk fizetni. Ha mégsem lehetséges, hanem bankkártyával kell fizetni. Most több helyen előre kérik a pénzt. Igen, abban az esetben viszont azt tudom javasolni, hogy nagyon sok bank létrehozott már úgynevezett netkártyát. Ezen keresztül érdemes vásárolni, nem pedig a folyószámlát és egyéb tranzakciókat tartalmazó netes felületen utalni, mondta el a szakember. Ezen kívül tájékozódni kell, hol van bejegyezve és honnan működtetik a webáruházat, mert sokszor nem derül ki a nevéből, ha esetleg az USA-ban vagy Kínában működtetik a felületet, így ha kifogás merül fel egy termékkel kapcsolatban, vitarendezésre nincs lehetőség. Ezzel szemben az unión belüli kereskedelem esetén igen. Ha nem tetszik vagy nem működik a megvásárolt árucikk, ne feledjék azt sem, elállásra, netes vásárlás után 14 napig van lehetőség. Aranykorát éli a sportfogadás. Idén ehhez nagyban hozzájárult a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia is. A szerencsejáték ZRT volt, hogy egy meccs kapcsán 500 000 forintot fizetett ki. Az üzletek sikere annak is köszönhető, hogy élő fogadásokat is lehet tenni, a helyesen tippelők pedig hamar pénzükhöz juthatnak. Itt érhető el a hivatalos ajánlatunk, a minden sportágat tartalmazó szóda, ahol sportáganként lehet
például változtatni. Itt mutatja meg, hogy milyen sportágat van a kínálatban. Ha fogadó kiválasztotta a sportágat, akkor választhat a nemzetközi palettáról, hogy melyik. A hagyományos papíralapú játékot nem előzi meg, de az online fogadás mellett a fogadópontokon kihelyezett ilyen interaktív pulton egyre többen teszik meg a téteket. Több mint 20 sportágra lehet fogadni, és ahogyan itt látszik, a hazai külföldi meccsekre is, de akár a ligák egész évadjára is lehet x-elni. A sportfogadás aranykorát éli itthon, ha csak a 2016-os évet nézzük, a legtöbben még mindig labdarúgásra fogadtak és fogadnak. Az EB alatt például a Magyarország-Belgium 8-döntőre több mint 1 millióan fogadtak. Ez rekord a Tipmix történetében, de a legtöbb kifizetés is az EB-hez kötődik, mert hogy egy mérkőzést követően volt, hogy 500 milliárdot fizetett ki a Szerencsejáték ZRT. A labdarúgó torna első hetében 123%-kal volt nagyobb a forgalom a korábbinál. Hozzá kell tenni, hogy a társaság a játéktermékei közül tavaly éppen a Tipmixet fejlesztette, a fogadási szokásokhoz alakította. Játékosok, fogadók visszajelzései és a nemzetközi trendek alapján egy gyökeres változtatást, fejlesztést végeztünk a termékünkben. Így közel kerültünk azokhoz a vásárló igényekhez, amelyek komfortosabbá tették a fogadásokat. Ilyen például az élő fogadás megjelenése, amely azt jelenti, hogy már a mérkőzés ideje alatt is lehet fogadást megtenni. A több száz vagy akár ezres nagyságrendben lehet választani a kínálatunkból, illetve a nyeremény kifizetés is gyorsabb lett, azaz a mérkőzés követően már szinte azonnal hozzá lehet jutni a helyesen tippelőknek a nyereményükhöz. A játékszokások változatosak, vannak, akik rendszeresen játszanak, és vannak, akik időszakosan fogadnak. 200 forinttól akár havi 100 ezer forintig is költenek a játékra, ami a férfiak körében a legnépszerűbb továbbra is. A sportfogadás 100 milliárdos üzlet, a Szerencsejáték ZRT üzletági árbevétele az elmúlt 4 év alatt 2,5-szeresére növekedett. Az Illovas Balkán győzelmével zárult a labdarúgó megyei első osztály 14. fordulójának rangadója. Mirgai László együttese 5-2-re győzött a második helyezett Nagyecsed otthonában. A Balkán így 6 ponttal vezet az egy meccsel kevesebbet játszó Nagyecsed előtt. Győzelme esetén a nagyecsedi csapat a vesztett pontokat tekintve beérte volna a listavezető Balkányt, de erre a 14. forduló rangadóján nem volt esélye a házigazdának. Az Illovas már az első fél időben 2 gólos előnyt szerzett, aztán a második játék részben újabb 3 gólt lőttek Bogdanovicsék, míg a nagyecsed csak kozmetikázni tudott az eredményen. Nehéz mérkőzés volt, szakadt az eső. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fél időben, mivel 2-0 mentünk be, egy kicsit nyugodtabban jöhettünk ki a második fél időben, hiszen innentől kezdve a nagyecsednek ki kellett támadni, és ahogy kitámadtak, már jöttek a kontrából a góljaink. 4-0-ra is elmentünk, de az ecsedet dicsérni kell, mert egy pillanatra nem adta fel, és utána jöttek az ecsedi gólok is, hiszen 4-0 után 4-1, utána 5-1, 5-2, úgyhogy egy parádés meccs volt, és örülök, hogy tulajdonképpen 5 gólt rúgni nagy ecsedbe, az nem akármi, és örülök, hogy a második helyzetet sikerült ott a saját otthonában megvernünk. A nagyecsedi játékos edzője Ádámszky Róbert elismerte a Balkán győzelmének jogosságát. Jobb volt a Balkán, tehát ez 5 gólt nem lehet megmagyarázni, meg nem is fogok. Egyértelműen jobbnak bizonyultak, tehát gratulálok is nekik. Szerencse is velük volt, mindig nem lehet mindenkivel a szerencse, de az eredmény is megmutatja, tehát többet tettek a győzelemért, mint mi. A balkányi csapat győzelmével tovább nyújtotta a veretlenségi sorozatát Mirgai László együttese, immár 44 mérkőzés óta nem talált le győzőre. 2015. augusztus óta lejátszottunk 44 mérkőzést, ebből 39-et sikerült megnyernünk, és 5 döntetlenünk van, 181-et rúgtunk, és 23-at kaptunk, így mondom. Hát azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, a fiúk előtt megemlem a kalapomat, egy szenzációs társasággal dolgozhatok együtt, és hát az eredmények is mutatják, hogy a közös munka, illetve hát a vezetők adhatós háttér támogatása meghozta az eredményt Balkányban. A megyei első osztály őszi zárófordulójának párosítása a következő: Tiszavasvári Szakoly, Máté Szalka Gyulaháza, Nyír Gyulai Nagyecsed, Fehérgyarmat Vásárosnamény, Mándok Rakamaz, Ibrány Nagyhalász, Balkány Baktolórendháza és Sényű Tuzsér. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 9000-rel többen dolgoztak a második negyed évben Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A munkaerőpiaci helyzetről a csütörtöki megyei közgyűlésen volt szó.
Az ülésen döntés született arról, hogy a közgyűlés felterjesztéssel él majd a közfoglalkoztatással kapcsolatosan. Olyan tapasztalatokat, javaslatokat fogalmaznak majd meg, amelyek többek között a térségbeli programokat is javíthatja. Kőolaj mérőállomást és elemzőlabort adtak át ma Fényes Litkén. A MOL helyi állomásán fogadják az Oroszországból, Belorusszián és Ukrajnán keresztül érkező kőolajat. Az új több mint 2 milliárd forintos fejlesztéssel a legmodernebb körülmények között mérik majd a kőolaj mennyiségét és minőségét. Lezárult a mikrocenzus, azaz a kis népszámlálás. Összesen 1,5 millió kitöltött kérdőív érkezett be a Központi Statisztikai Hivatalhoz november 8-áig. Idén már elektronikusan is válaszolhattak a kijelölt háztartásban élők, és a számláló biztosok is elektronikai eszközökre rögzítették az adatokat. Az eredményekre jövő év tavaszáig kell várni. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 17-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Jelentős enyhülés kezdődik a következő napokban. Péntek estig az Északnyugat-Európa felett található ciklonrendszer előoldalán délies áramlással egyre melegebb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet. Kisebb eső, szitálás, ónos szitálás még előfordul helyenként, a déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős, párás időre lehet számítani, és itt-ott gyenge eső, szitálás is előfordulhat. Délután többfelé felszakadozik a felhőzet, a déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Szombaton a Tiszántúlon szakadozottabb lesz a felhőzet, ott kisebb a csapadék esélye, máshol többfelé várható esőzápor. Vasárnap egyre kevesebb lesz a felhő hazánk felett, délutántól a csapadék is mindenütt megszűnik. A jövő hét első felében gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak. Párásságra, tartós ködfoltokra is számítani kell, azokon a területeken szitálás is kialakulhat. A hétvégén a jövő hét elején fagymentesnek ígérkeznek az éjszakák, a maximumok pedig 10 fok körül kissé a fölött alakulnak majd.